35. jubileumi bábolnai gazdanapokon vagyunk itt. Hát nem az elsőn vagy már itt, miniszter úr. Milyen érzés? Nagyon jó érzés látni azt, hogy milyen fejlődések vannak. Hiszen évről évre az ember, amikor visszatér, azt látja, hogy mekkora innovációk, mekkora újítások vannak. És bizony sokszor, főleg az idei esztendőben az ember hajlamos elerőtlenedni, amikor azt látja, hogy mekkora kihívások vannak, akár az asszály területén, akár nézi az ember, hogy milyen következményei vannak a háborúnak. És bizony, hogyha az ember nem vigyáz magára, akkor azt gondolna, hogy nem tudunk megfelelni ennek a kihívásnak. De erre jó a bábolna. Hogy az ember idejön és azt mondja, hogy mekkora technikai újítások vannak, hogy igenis képesek leszünk megfelelni, képesek vagyunk megtalálni azokat a megoldásokat, amire szükség van ahhoz, hogy a gazdák eredményesen és biztonsággal tudjanak termelni. Hiszen az az innováció, az a technológia, ami fejlődik és ami jelen van, az hihetetlen lehetőségeket rejt magában, és nagyon nagy reményeket is ad számunkra. A jó hírem az, hogy a gazdák nincsenek magukra hagyva ez ügyben. Mert minden ilyen technológia vásárlásához, minden ilyen beruházásukhoz ott áll mögöttük az agrárkormányzat, nagyon komoly támogatási forrásokkal és lehetőségekkel. És most érződik igazán annak a döntésnek a súlya, amit a tavalyi esztendőben hozott a nemzeti kormány, hogy a vidékfejlesztési forrásokat megháromszorozza. Ez a megháromszorozódott forrás elegendő lesz ahhoz, hogy ki tudjuk védeni ezeket a nehézségeket, és a nehézségekből erőt merítve sikeresen meg tudjunk küzdeni a 21. századdal. Ennek a mostani ünnepnek egy kicsit árnyékot ad az idei rettenetes nagy asszály. Ugye itt mögöttünk nagyon szép kukoricákat látunk, balazoliék ide ültették a bábolnai placra ezeket. Jó lenne, ha mindenütt ilyen kukoricát láthatnánk, és remélhetőleg az elkövetkezendő évtizedben már ilyet is fogunk látni, akkor is, hogyha asszály lesz. Ez pontosan így van, hiszen pont a Marton Genetics az egyik garanciánk arra, hogy van remény. Van remény, mert a genetikai potenciálunk olyan, a kutatóink felkészültsége olyan, hogy tudnak válaszokat adni, hogy nekünk nem kell aggódnunk amiatt, hogy majd egy külföldi fajta hogy fog honosodni, vagy egy külföldi hibrid hogy fog honosodni itthon, mert a hazai vetőmagfajtáinknak olyan genetikai potenciálja van, olyan érték rejtezik benne, amely az aszályosabb, szárazabb időjárási körülmények között is megfelelő mennyiségű termést tud biztosítani. Itt a megnyitó beszédekben elhangzott az, hogy azt a vizet lehet megőrizni, ami van, tehát ami nincs, azt nem tudjuk megőrizni. Elindultak-e már azok a munkálatok, illetve tervezések, amik majd a bejövő víz megőrzését fogják szolgálni az országban? Több síkon is gondolkodunk. Egyrészt vannak a nagy állami főműveknek a kérdése, tehát egy csongrádi vízlépcsőnek mondjuk a kérdése, hogy hogyan tudjuk alátámasztani mind a Tisza, mind a Körösöknek a víztestjét, hiszen a megemelkedett víztest az a talajvízszintet is tudja magával vonzani. Megvannak azok a lehetőségek, amelyek a nyomvonalak, a csatorna nyomvonalak újjáalakítására szólnak, az új tározó tavak létrehozására is a terveink készülnek, tehát gőzerővel dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk kivédeni a jövőben a hasonló nagy szárazságokat. Föl kell készülnünk most már erre, nincs mese, de azt kell mondjam, hogy azok a történelmi nyomvonalak a csatornáinkban is, amik megvannak, az az első lépés, hogy gazdai összefogással azt tisztítsuk ki, tegyük alkalmassá minél nagyobb mennyiségű víz befogadására, hiszen ez már önmagában is nagyon sokat jelent élőhelyfejlesztésben, hogyha ilyet teszünk, és ehhez is minden rendelkezésre álló forrásunk gyakorlatilag megvan, hiszen a vidékfejlesztési forrásokból is az öntözési közösségek munkáját és működését tudjuk támogatni, és a kormány pedig elhatározta, és nem komoly döntéseket hoz az ügyben, hogy ezeket a főműveket kiépítsük, ennek az építését fölgyorsítsuk.